K-nagy Veronika, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola végzőse az elmúlt években nagyon sok városi, iskolai rendezvényen szerepelt csellósként vagy énekesként. Ősztől Debrecenben tanul. A fiatal lány óvodáskora óta énekel. Zenei óviba járt, és a nővére hatására kezdett el a zeneiskolában csellózni is. Én már óvodáskorom óta éneklek, és uh, már óvodában is zenóbiba jártam, és már szerintem középsős vagy, középsős vagy, vagy, kis, vagy csoportos korom óta csálózok. Valójában uh, a testvérem után, mivel ugye ő is csálózott, uh, miatta lett a csáló. A szüleim úgy gondolták, hogy um, jó ötlet beíratni, mivel látták, hogy, hogy a zene az, az, az kell az embernek, és nagyon sokat segít, hogyha az ember több ideje zenét tanul úgy véli, a zenének köszönhetően jobban tud koncentrálni a tanulásra. Szerintem egyébként könnyít a tanuláson, és nem tudom, valójában az érzelmeimet ki tudom vele fejezni, és ez így megkönnyíti a mindennapokat. Hangulat függő nála az is, hogy otthon mit énekel, ha ideges, illetve ha vidám. Büszke éneklésben elért hangszeres országos első díjára, és az adventi dicséretének verseny országos első helyére. Országos vonós, hang, vonós versenyen lettem első. Az én korosztályomba, és egy éve az adventi dicséretének főversenyen lettem országos első. A zene mellett a tanulás is nagyon jól megy neki. A mostani digitális oktatás sem okozott gondot. Nyilván szerintem senki nem tervezte, hogy digitálisan kell tanulni, de nagyon egyszerűen illeszthető a hétköznapokban csak meg kellett szokni. Egyedül kémia tanára viccei és magyarázatai hiányoznak neki. Kedvence az ének és az irodalom. Szívesen olvas verseket is, de természetesen ez is hangulat hangulatfüggő nála. Az iskolai életből a barátai hiányoznak még, de napi telefonos kapcsolatot tartanak. Nagyon, nagyon szeretem az osztályomat, és kicsit fájni is fog így elballagni, de nyilván ez az életrendje. Nyára terveznek egy közös búcsú bulit az osztálytársaikkal. Ősztől Debrecenben tanul, de Urbánné Tóth Klára csellótanárhoz tanárhoz visszajár majd továbbra is az órákra.